F. Vivien 2010-től dolgozott a Budaörsi Végrehajtó Irodában, ahova 2011-ben nevezték és a Dül Györgyöt. Főleg a végrehajtásokkal kapcsolatos pénzügyeket intézte, de főnöke privát ügyeivel is foglalkozott. A többi közt ő is kezelte azokat az Excel táblázatokat, amelyekben azokat a pénzeket is vezették, amiket a vád szerint végrehajtói kinevezésekért cserébe kért a végrehajtói kar volt elnöke. A tanú több esetet is említett, amikor Sadül György pénzt kért. Az egyik ilyen eset Csé Éva végrehajtói irodájának megalapítása utáni eset volt, mikor is Sadül György a beérkező osztalék felére tartott igényt. Egy másik esetben ez Balázs kinevezésekor eleinte a harmadát kérte végrehajtói irodájának bevételének, majd később ezt a felére módosította, azzal az indokkal, hogy 1 millió forintot kell adni a Völner Pálnak, akkori igazságügyi államtitkárnak. A tanú azt is állította, hogy volt olyan eset, amikor Sadül György beíratta vele a táblázatba, hogy pénzt visz Völner Pálnak, illetve beszélt olyan esetről is, amikor volt főnöke utasítására fehér, jelöletlen borítékba helyezett egy meghatározott összeget, ami állítása szerint Völnerhez került. Hak Pétert pedig már is köszöntöm itt a stúdióban, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Akkor kezdjük is egyből ezzel az ügyel, hiszen mégiscsak erről szólt a bejátszónk. Tehát ugye úgy néz ki, hogy a koronatanút hallgatták meg, akinek a vallomása mondjuk úgy, hogy a legfajsúlyosabb ebben a témakörben, és egy ilyen bírósági eljárás során. Tehát az, amit most például F. Vivien állít, innentől kezdve az ügyvédeknek a dolga az lesz, hogy mindezt bizonyítsák is, és ez lesz a számukra leginkább döntő bizonyíték. Ugye a koronatanú kifejezés az nem egy eljárásjogi kategória, ezt inkább a sajtóban használják, ugye arra a tanúra utalnak, aki a legfontosabb tényeket ismeri. Ugye ilyen korrupciós cselekményeknél nem szokott videófelvétel készülni arról, hogy hogyan történik a pénzek átadása. Ilyenkor mindig az ügy körüli személyek emlékezetéből próbálják visszahozni. Ugye a védelem ezekben az ügyekben, a Sadül György védelme azt állítja, hogy tulajdonképpen ő előnyökért pénzt nem fogadott el, hanem kölcsön adott a végrehajtóknak, és azok visszaadták ezt a kölcsönt, tehát kétségtelenül történt pénzmozgás az egyes végrehajtók és a kamara elnöke között, de ezek magánkölcsönök voltak. Ugye a vád ezzel szemben azt állítja, hogy előnyökért cserébe kapta a pénzt, ugye ő elintézte a végrehajtóknak, hogy megkapják az állást, ami egy nagyon-nagyon jövedelmező pozíció, és ezért cserébe visszaosztottak neki pénzt. Ugye a tanú, akiről most beszéltünk, ez a vád tanúja igazából, mert a magyar jog így nem használja ilyen szigorúan, mint az angol szász rendszer, de a vád állításait támasztja alá, szemben Sadül György vallomásával, és azt állítja, hogy itt a pénzek előnyért mozogtak, és azt is állítja ez a tanú, hogy pénzek jutottak Völner Pálhoz is, tehát hogy ő is részesedett ebből az üzletből. Ilyenkor ugye az egyértelműen látszik, és ahogy ön is hivatkozott most, hogy gyakorlatilag egyik állítás megy szembe a másik állítása. Pénzmozgás van, Excel tábla van. Ilyenkor kinek mit kell igazából tudnia bebizonyítania a vádlottnak, mondjuk Sadül Györgynek azt, hogy valóban ezek mondjuk magánpénzek voltak, és akkor kérdés, hogy ilyenkor számlákkal kell ezt igazolnia, vagy mi számít bizonyító erőnek, és pusztán az, hogy valaki pedig ugye állítja a másik oldalról, hogy nem, ezek a pénzmozgások mégiscsak alátámasztják a korrupciós ügy alapján, és kenőpénzek voltak, meg osztalék, vagy utalék, ugye ki hogyan használja ezeket a szavakat, akkor ő azt hogyan és milyen formában fogja tudni valójában bebizonyítani. Kulcskérdés az, hogy a magyar jogban mindig a vádnak kell bizonyítani az állításait. Tehát a bizonyítási teher a vád oldalán van, nem a vádlottnak kell az ártatlanságát bebizonyítani, hanem a vádlónak azt, hogy valóban úgy történt, ahogy a vádban szerepel. És ugye erre történik most kísérlet. A védelemnek, részben ugye Völner Pálnak és védőjének, már részben Sadül Györgynek és védőjének, pedig azt kell bizonyítani, hogy ez nem az. Bizonyíthatja, neki nem kell, hanem bizonyíthatja, hogy ez nem így történt. Ugye mivel senki nem volt ott a konkrét eseményeknél, ezért
a bizonyítékok láncolatát kell összeállítani, tehát elemeket összeállítani, hogy nagyon helyesen említette, hogy vannak különböző elemek, például az Excel tábla, például az a feljegyzés, hogy mennyi pénzt tettek be a széfbe, mennyit vettek ki, például más tanúk vallomása, hogy ők is látták ezt a pénzmozgást, és a bíróságnak az lesz a feladata, hogy ezekből az elemekből, amik sokszor olyan, mint egy puzzle-nak az elemei, ezekből összerakja az összképet, és hogyha ez az összképből ugyan egy-egy elem hiányzik is, de a kép egésze kibontakozik, akkor a bíróság számára az elég lesz a bűnösség megállapítása. A koronatanúról egyébként azt lehet tudni, hogy ő vádalkut kötött. Az ő esetében ez mit jelent pontosan ebben az ügyben? Ugye ez azt jelenti, hogy a magyar törvény szerint bárki, aki más ügyeknek a feltárásához hozzájárul, büntetlenséget kaphat. Ez az egyik fajtája a vádalkunak, tehát ő felajánlja azt, hogy elmondja, hogy a többiekkel együtt mit csinált, és ezért cserébe ővele szemben nem indítanak eljárást. Tehát mindaz, amit csinált, kap. Az igazából semmissé válik? Így van, ő büntetlenséget kap, és mindaddig, amíg ő megtartja ezt a megállapodást, addig ő büntetlenséget élvez. Ugye vádalkunak szokták azt is nevezni, ami szintén történt ezekben az ügyekben, hogy az előkészítő ülésen bűnösnek vallották magukat, ugye 10 vádlott ezt megtette, és akkor ott lezárult az ő ügyük, ugye ez is eléggé terhelő az első és a másodrendű vádlott számára. Ja, és ez annyira izgalmas, hogy ilyenkor viszont a koronatanúról, akiről tudjuk azt, hogy ő vádalkut kötött, magyarán ugye szabadlábon távozhat a végén, mert ő így ebben a formában tanúskodott. Mi van, hogyha egyébként nem a valóságot állítja, tehát neki azt is be kell, vagy neki kell-e egyáltalán bizonyítania azt, hogy amit ő állít, az a valóságnak megfelelő. Mivel ő ilyenkor nem vádlottként, hanem tanúként szerepel, ezért ő neki kötelessége igazat mondani. Ugye a törvény azt mondja, hogy senki nem kötelezhető arra, hogy önmagát bűncselekménnyel vádolja, ez alól kivétel a koronatanú, a törvény kifejezetten leírja. A mindennapokban is látunk ilyet, igen. De ugye kifejezetten a törvény leírja, hogyha valaki együttműködőként büntetlenséget kap, akkor nem hivatkozhat arra a bíróságon, hogy tisztelt bíróság, ha én ezt elmondanám, ha válasz szólnék, akkor azzal önmagamat is terhelném. Ilyenkor önmagát is terhelni kell, de őt nem fogják ezért felelősségre vonni. A magyar eljárásrendben mennyire szokatlan az, ami most történt, hogy a koronatanút ezt egy másik tárgyalóteremben hallgatták meg, és ugye a Sádő Györgyék, ha jól tudom, akkor ezt pedig egy másik szobában kamerán keresztül, a tévén keresztül láthatták. Mennyire megszokott ez egyáltalán, és mondjuk egy milyen helyzetet teremt, hogy amúgy kéne, hogy legyenek reakciók, ellenreakciók egy-egy ilyen tanúskodás során, ez egy kényelmi helyzet, vagy esetleg kell-e valamitől félnie ilyenkor? A törvény elég sok lehetőséget ad a tanúvédelemre, tehát ez kifejezetten tanúvédelmi szabályok. Ugye ebben az ügyben más az oka, mint például olyankor, amikor például gyermekkorú a tanú, és a tárgyalóteremben sokan vannak erőszakos cselekményeknél, különösen szexuális erőszaknál, hogyha a tanút ki kell hallgatni egy olyan tárgyalóterembe, ahol még ha zárt a tárgyalás, akkor is ott van a bíróság, a jegyzőkönyvvezető, az ügyész, 3-4 vádlott börtönőrök, ugye a BV alkalmazottai, ügyvédek ott vannak, tehát ilyenkor a törvény lehetővé teszi ezt, amit itt alkalmaztak. Lehetővé teszi azt is, hogy egy nyomozási bíró külön hallgassa ki a tanút, ezt a különösen védett tanúnak nevezik, illetőleg lehetővé teszik azt, amit itt most alkalmaztak, hogy a tanú egy másik szobában van. Azt is lehetővé teszi, hogyha nem ismert a vádlott és a védők számára, hogy ki a tanú, hogy a képét és az arcát torzítva beszéljenek. Ugye ennek a kihallgatásnak az az előnye, ha a védelem és az ügyészség szempontjából is, hogy ilyenkor közvetlenül tudnak a videó közvetítésen keresztül a tanúkhoz kérdezni. Ugye, ha a nyomozási bíró hallgatja ki, akkor az rendkívül bonyolult, mert jegyzőkönyvbe kell mondani a kérdéseket, elküldeni, pár hét múlva visszaküldik a választ. Tehát ez a fajta kihallgatás, ez sokat segít. Ugye adott esetben a tanú azt mondta, hogy ahhoz, hogy ő megfélemlítés nélkül mondja el a vallomásait, ahhoz szüksége van arra, hogy ne szemtől szembe álljon a vádlottakkal. Nagyon szeretném az állami számvevőszékről kérdezni, illetve arról, amely ugye felhívást most kapták az ellenzéki pártok, kevés időnk marad. Lukács László György azt mondta, hogy nincs, bár nem nyilatkozhat róla, mert titkosak ezek az információk, de minthogyha azt hallhattuk volna ki egyébként a szavaiból, hogy igazából nincs a birtokában az ASZ-nek bizonyító erejű
tel, hogy ők gyakorlatilag valóban támogatást, mert hogy az ellenzéki pártok valóban támogatást kaptak volna a kampány időszakban. Ha lenne ilyen, akkor ennek a dokumentumban szerepelnie kellene? Valószínűleg igen, tehát ebben az ügyben is, bocsánat, az ÁSZ-nak kell bizonyítani azt, amit állít, tehát nem a pártoknak, hogy nem úgy volt, tehát az ÁSZ-nak bizonyítékokat kell felhozni. Ha az ÁSZ ezt nem tudja megtenni, akkor nyilván a pártok a bíróság előtt meg fogják támadni az ÁSZ döntését, és akkor a bíróság előtt a bíróságnak kell eldönteni, hogy sikerül-e az ÁSZ-nak tényekkel, adatokkal, bizonyítékokkal alátámasztani az állításait. A Népszavában van, amit szeretnék szó szerint idézni, egy ilyen mondat, hogy hiszen az ÁSZ védekezési lehetőségként felkínálja a pártoknak, ha arra hivatkoznak, hogy idézőjelben ellopták ezt a pénzt, és nem a kampányra költötték, akkor csökkenthető a rájuk kivethető összeg. Ez mit jelent, idézőjelben ellopták azt a pénzt, és ezt használják hivatkozási alapként az ellenzéki pártok? Ugye, ez egy elég fura érvelés, számomra én is annak gondolom. Elég, csak gondoltam, hát ha tud segíteni a megértésében. Elég nehezen hihető, mert valóban ugye az ÁSZ-nak csak arra van kompetenciája, hogy a pártoknak a pénzköltéseit ellenőrizze. Ugye mind a választási törvény, mind a párttörvény, mind az ÁSZ törvény szabályozza azt, hogy az ÁSZ feladata az, hogy a pártok gazdálkodását ellenőrizze, illetőleg a kampánypénzeket is olyan, ellenőrizze. Olyan, mintha akár hazugságra is kényszerítenék, hogy hamis állításra kényszerítenék. Igen, de ugye ebben az esetben, ha ezt a pártok ezzel védekeznek, akkor valaki bűncselekményt követett el, mégpedig milliárdos összegre, tehát a pártok azzal azt állítja ez, vagy azt sugallja ez az állítás, ha valóban így volt, hogy fogják valakire rá, hogy ő ellopta a pénzt, és akkor majd ő vele szembe büntető eljárás indul, és így a pártok megúszszák. Hát ezért ez egy elég furcsa, szerintem furcsa lenne, ha az ÁSZ ilyet sugalna valakinek, de hát majd meglátjuk, azt hiszem, hogy ez még a következő hónapokat kitölti ez az esemény. És azt hiszem, hogy mi is fogunk még beszélgetni. Hak Péter, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Én is köszönöm.